Tüntetők gyülekeztek péntek este 6-kor a Fidesz-Lendvai utcai székháza előtt. Ide tervezték fél hétre a Fidesz és a Farkas Flórián vezette Lungodrom közötti választási megállapodás aláírását. A Farkas Flórián által kiküldött meghívó szerint a megállapodást a Fidesz részéről Kövér László választmányelnök írja alá, de az eseményt, idézem, megtiszteli jelenlétével és beszédet mond Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere is. A tüntetők mégiscsak csukott kapukkal találkoztak. A Fidesz ugyanis kora délután kiadott egy közleményt, amely szerint addigra már aláírta Kövér László és Farkas Flórián a megállapodást. Hogy Balogh Zoltán jelen volt-e, arról nem szól a közlemény. A Lungodrom és a Fidesz együttműködése 16 éve tart. Farkas Flóriánt néhány éve Orbán Viktor miniszterelnöki biztossá nevezte ki, havi 1 milliós fizetésért. Farkas Flórián az Országos Római Önkormányzat székházában tartott ünnepségen akkor azt mondta, régi vágya teljesült. Én nagyon rég szerettem volna Orbán Viktor mellett dolgozni. Ez ugyanaz a székház, de nem a miniszterelnök, hanem adónyomozók távoznak éppen. A Farkas Flórián vezette Híd a munkába elnevezésű uniós program iratait viszik el. Kiderült ugyanis, hogy a program 1,6 milliárd forintját szabálytalanul használták fel. Munkahelyteremtés helyett főleg székházvásárlásra, autóbérlésre, bérekre és irodabútorokra fordították. Az ügyben jelenleg is több nyomozás folyik. A pénzt vissza kell fizetni az Európai Uniónak, ezt a kormány végül magára vállalta. A személyes szándékom az, hogy Farkas Flóriánnal szeretném folytatni az együttműködést. Orbán Viktor Hódmezővásárhelyen híradón kérdésére kiállt Farkas Flórián mellett. Fontosnak tartom, hogy ők integrált, tehát befogadott, beillesztett részei maradjanak a magyar politikai közösségnek, ezért fogunk dolgozni, és mindig azzal, aki erre leginkább alkalmasnak mutatkozik. Az MSZP szerint a mostani megállapodással két bűnszervezet köt egyességet. Azért gondolom ezt, mert a Lungodrom az mindenképpen az, amikor ilyen pénzek eltűntek az elmúlt időszakban, és bűnpártolás oda Fidesz részéről, hogy hagyja és engedi, hogy ellopja azt a pénzt Farkas Flórián, és már ráadásul még választási szövetségre is lép. Farkas Flórián több mint egy éve rendszeresen keressük, de a Lungodrom elnöke bujkál az újságírók elől. Ma is kerestük, de semmilyen választ nem kaptunk.